Sziasztok, sziasztok, itt Vega Gina. Nagyon érdekes újságcikk jutott a kezembe, és úgy érzem, hogy el kell, hogy mondjam a véleményem erről az egészről, mert kicsit olyan érzésem van megint, hogy olyan dolgokon, amin mi változtathatnánk, ennek a felelősségét már megint átoljuk másra. Nem tudom, hogy miért, hogy bárkinek a lelkiismeretének a megnyugtatására, vagy nem tudom, ezt mindenki döntse el. Mindenki döntse el a hallottak alapján. Itt arról van szó, hogy megalázó testzsír méríts ki élés az iskolában. Így védheted meg gyermeked jogait és lelkét. Hát én itt rögtön azzal kezdeném, hogy már annyit foglalkozunk a gyerekeknek a jogaival, az iskolás gyerekek jogaival, hogy szerintem ez már enyhén szólva túlzás. Kötelességeikről alig olvasok bármi felháborító dolgot, de a jogaikról aztán abszolút, mert nekik jogaik vannak. Persze, hát legyenek, de én egyre inkább azt látom, hogy ezzel a fene sok őket illető joggal azt érjük el, most már nem tudom, hogy melyik évjáratig mehetünk vissza, de hát egészen a millenárisoktól kezdve szerintem ez a legfeltűnőbb, hogy olyan nemzedékeket adunk ki a világba, akik már egyre kevésbé képesek az önálló életre. Én azt gondolom, hogy ezt minden túlzás nélkül állíthatom. De ha nem így gondolod, természetesen kommenteld a véleményem, és beszéljük meg, mert kíváncsi vagyok, hogy ki mit gondol erről. És hogy ilyenekkel akarjuk védeni, hogy nehogy testzsírt mérjenek neki, olyan burokba akarjuk már tartani ezeket a gyerekeket, hogy, tehát, hogy kikerül az életbe, ennél bőven nagyobb pofonok fognak rá várni, és ott lesz egyedül, és nem tud majd mit kezdeni sem lelkileg, sem a jogait illetően azzal, hogy mi egy ilyen burokba próbáltuk őt bezárni és védeni. Értem én, hogy a szülői szeretet, meg az anyai szív, meg kényeztetjük őket, meg amit lehet, megadunk nekik. Ez egy fokig teljesen érthető, és mondjuk azt, hogy reális elvárás, de azt hiszem, hogy van egy pont, ahol meg kell húzni a határt, mert nem fog boldogulni az a gyerek az életben. Igen, és meg kell tapasztalni a pofonokat, csalódásokat, hogy a későbbiekben tudjon boldogulni. Mert hogyha mindentől távol tartjuk, akkor hogy fog ő megoldani bármit, amikor már nem él velünk? Ha elköltözik otthonról, mert ugye hát az is nagy divat már, hogy a Mama Hotel az egy nagyon jól működő intézmény sokaknál. Na de nézzük ezt a cikket. Semmiképp nem szeretném kétségbe vonni a minden iskolában kötelező testtömegindex mérésének fontosságát, ám a mérés és az adatok közlésének körülményeit mindenképp tisztázni kell, mert a személyes tapasztalataim sajnos azt jelzik, sok nehéz kérdés merül fel ezekkel kapcsolatban. Német Barbarával, a Hintalovon Alapítvány munkatársával beszélgetett ezekről Bot Gabi. Itt ugye elmeséli az anyuka, hogy két kamaszlánya van, és részt vettek a BMI mérésen, és utána bizony mind a ketten anorexiás tünetekkel élték a mindennapjaikat, mert számukra ez egy olyan fokú megszégyenítés volt, annyira a lelkük mélyéig hatolt ez az egész, hogy egy ilyen viselkedés formát vettek fel, és mint látjátok, az egyikük 12 éves volt, a másikuk 15. A cikknek a linkjét egyébként beteszem a videó alá, úgyhogy bátran olvassátok el. Hogy ne csak az én kommentemre figyeljetek, hanem az eredeti cikkről is tudjatok. És hát ugye csont soványjá fogytak. Ezt gondolom, hogy egy hatalmas teher lehetett. Hát egy szülőnek végignézni a gyereke szenvedését, az egy pokoli fájdalom lehet, akár a tehetetlenségtől, akár egyszerűen attól, hogy ezt ugye végig kell nézni. És itt is láthatod, hogy nekünk szerencsénk volt, fél évig tartott mindkettőjüknél ez a periódus, mire kilábaltak belőle, és hát mondhatni, hogy talán nekik még szerencséjük volt, mert hát ki tudja, hogy egy ilyen tapasztalattal megcsorbított
gyermeklélek kijön-e ebből egyáltalán, vagy aztán ez egy ilyen életre szóló pecsétet hagy az ő kis életén. Nehéz kérdés, hogyan védhetjük meg gyerekeinket a rendszer szintű megszégyenítéstől és az ezt követő testképzavartól. Sajnos egészen biztos vagyok benne, hogy a fent leírt történethez hasonló esetek nem csak nekünk okoztak gondot. Bennem viszont az merül fel, hogy miért éljük ezt meg szégyenítésnek. Oké, hogy most már olyan világot élünk, hogy a gyerekeink ugye Instagram, Facebook, TikTok, egyre újabb és újabb ilyen social media felületek jönnek létre, ahol sajnos eléggé, ami miatt eléggé befolyásolhatóvá válnak ezek a gyerekek, és hát igen, a tinédzser kor az ugye az olyan fájdalmas időszak, amikor úgy kezd alakulni a női test, a férfi test, nem tudjuk, hogy mit kezdjünk magunkkal, nő a cicim, büszke vagyok, vagy nem, vagy takargatom inkább, vagy mindenki máshogy éli meg, de vajon nem ott kellene keresnünk a megoldást ebben, hogy úgy kezdjük el nevelni a gyerekünket, és első perctől kezdve, hogy igenis beszélgetünk a soványságról, a kövérségről, a testről, a hízásnak a veszélyeiről. És nem leszek népszerű itt nagyon sok gondolatommal, ezzel én tisztában vagyok, de vállalom, hogy tisztába kell tenni a gyerekkel, és nem egy iskolai BMI szűrés miatt, hanem úgy általánosságban, az elhízás az milyen veszélyeket tartogat magában. És biztos, persze, egy tinédzsert nem ez fog érdekelni, hogy neki az egészségére ez milyen hatással lesz, hanem az, hogy mondjuk milyen modelleket, youtubereket, instasztárokat, celebeket követ, és akkor ő ezt egy ilyen divatként fogja fel. Ezt igazából a szülőknek is meg kellene érteni, és talán itt kezdődik az egész, hogy az, hogy vékonyság, kövérség, annak nem a divatról kell szólnia, nem arról, hogy mi mit látunk különböző oldalakon, és pláne nem arról, ami ugye mostanában akkora nagy fene hangsúlyt kap, hogy fogadjuk el magunkat, meg fogadjuk el a párunkat akkor is, hogyha meghízott. Hát, itt kezdődik most, amivel kiborítom a bilit, nem kell elfogadni. Ugyanúgy kell szeretni, ez tagadhatatlan, de igenis irányt kell mutatni egymásnak, hogy ne hízzunk el. Vegyük tudomásul, hogy az elhízás az csak nekünk köszönhető. Nem azért, mert az anyukánk kövér volt, a nagymamánk kövér volt, mert nem a genetikáját öröklöd meg, hanem az életmódját, a szokásait hozod magaddal. És tisztába kell lenni azzal, hogyha valaki elhízik, ez hozza magával a magas vérnyomást, az inzulinrezisztenciát, a kettes típusú cukorbetegséget, szív- és érrendszeri betegségeket, és amiket én mindig mondok, hogy hirtelen halálok, meg váratlan halálok, az esetek nagy többségében ezek nem váratlan dolgok. Ha te tudod, hogy az a táplálék, amit beviszel a szervezetedbe, értem ez alatt az állati termékeket, állati zsírokat, állati tejtermékeket, ha ezekkel tisztában vagy, hogy mit okoznak a te testedben, akkor ezek nem váratlan halálok. Tehát ezeket a dolgokat a szülőknek is tisztába kell lenni, hogy amik jönnek az évek folyamán, azok nem azért jönnek, mert mi megöregedtünk, hanem mert olyanokat étkeztünk, amitől elhízunk, és az elhízás ezt hozza magával. Tehát itt ennek marhára semmi köze nincs ahhoz, hogy a divat mit diktál. És hogyha ezt megérti egy felnőtt, és mondjuk még pici a gyereke, ugye akkor van szerencsénk, de azt gondolom, hogy ha nagyobb a gyerek, és akkor tudatosulsz ezekkel a tényekkel, akkor sem szégyen leülni vele, hogy figyelj ide, és ha esetleg te is elhízott vagy, akkor leülni vele. Jaj, pont most láttam egy nagyon cuki cikket, egy édesanya a lányával, nem tudom pontosan a korukat, de a hölgy mondjuk olyan 40-es, 50-es, a lánya meg olyan 20 éves, és együtt lefogytak valami 80 kilót, mert felfedeztek YouTube-on egy ilyen retro zenére való mozgást, és akkor lett egy ilyen nagyon aranyos anya-lánya közös program, és fantasztikusan lefogytak emiatt,
és ilyen nagyon klassz előtte-utána fotó, és így ragyognak, boldogok, tehát hogy ez egy közös program is lehet, hogy leülök a gyerekkel, hogy figyelj, ezt sajnos, ezt én rontottam el, mert ismerjük be magunknak, hogyha a gyerekünk elhízott, akkor azt mi rontottuk el. Vannak a gyerekkornak olyan időszakai, amikor igen úgy, na most egy picit túlsúlyos, most megint, most nagyon elkezdett nyúlni, most az az időszak van, így akkor már ugye eltűntek azok a kilók, de ezekre érdemes odafigyelni. Pláne, hogyha nem ez a tendencia van, hogy elkezdett hízni, de utána, mivel elkezdett nagyon nőni, így helyreállt ez a rend, hanem az van, hogy nem tudom, 7, 8 vagy 10 éves korától kezdve neki bizony van súlyfeleslege, akkor azt a szülőnek kutya kötelessége megoldani, helyrehozni, mert ezt ő rontotta el. Ez most tudom, hogy nagyon durva, nagyon erős szavak tőlem, de nyugodtan járjatok utána, hogy ezek így működnek. Most ezzel, én azt érzem megint ezzel a cikkel, hogy itt megy a felháborodás, védjük a gyerekek jogait, de annak a gyereknek ugyanúgy joga van az egészséges élethez. És ezt nem adjuk meg neki a legtöbb esetben. Már bocsánat, én sem adtam meg az én gyerekeimnek, én is tömtem őket mindenféle szarral, mindenféle műkajával, de mivel már felnőttek, ez már a saját utuk, 3 éve láthatják az én példámat, és akkor eldönthetik, hogy melyik úton járnak, tehát én senkit nem fog befolyásolni ezzel. Most vagy valakit érdekel az én véleményem, vagy a hallottak alapján elkezd utána járni, és változtat ezen, így már ugye a felnőtt gyerekek is megtehetik azt, hogy fú, ez valami nagyon érdekes dolgot mondott ez a nő, utána nézek már, hogy ebből mi az igazság. Szóval ezzel én megint azt érzem, hogy eltoltuk a valós megoldásnak a lehetőségét annak az irányába, hogy eltoljuk a felelősséget, hogy ne szégyenítsék meg a gyereket. Hát szerintem meg oldjuk meg, hogy ne legyen ok arra, hogy megszégyenüljenek. És tudom, van, amikor tök mindegy a szülői szó, mert jön egy olyan társaság, jön egy olyan külső hatás, ugye a különböző social media oldalakról, amikor aztán lehet, hogy teljesen fejest ugrik ez a gyerek ebbe a véleménybe, és nem pedig abba, amit mi esetleg 10 éve súlykoltunk belé. Igen, itt le van írva, hogy mindenkinek joga van, egyrészt annak a szakmai felügyeletnek, aki végrehajtja ezeket a kis vizsgálatokat, a szülőnek és a gyereknek is joga van ahhoz, hogy teljes mértékben tisztában legyen azzal, hogy mi miért történik, miért van erre szükség. Ez is alapkérdés, itt egy gyerekjogi szakember, Németh Barbara mondja, hogy a súly problémával küzdő gyerekek szűrésére alkalmazzák-e ezt, vagy a gyerek népességen belül vizsgálják az érintetteket. A kettőnek nagyon ellentétes a szakmai megítélése az előbbi kárára. És arra ne is gondoljunk, hogy valaki saját, piaci alapú szolgáltatását kívánja eladni vele, miközben a BMI érték önmagában nem bír diagnosztikai értékkel. Ez a másik dolog. Ezt itt megmutatnám nektek. Valahova. Itt most ugye le van némítva, de nagyon cukin elmutogatják, hogy hogyan is történik ez a mérés. Ugye megmérik a magasságát a gyerkőcnek. Tehát az, ami itt van a cikk elején, ugye ez a kép, ez azért erős túlzás ahhoz képest, hogy miről szól, mert a testzsír méricskélés az nem BMI index. És akkor ugye itt jön a kiló, és akkor ugye ezt is természetesen berögzítik, és akkor ebből a két adatból a testtömegindexet ugye ki fogják számítani, el fogják osztani egymással, és akkor kijön egy érték, amit ugye besorolnak valahová. Na, hát akkor itt álljunk meg. És akkor itt azt is elmondanám, hogy ha te olyan emberrel találkozol, szakemberrel, legyen az táplálkozási tanácsadó, személyjegyző, kutyafüle, elkezd foglalkozni a te BMI indexeddel, én azt mondom, hogy úgy keres más embert erre. Ez már egy teljesen elavult nézet, és hogy miért mondom ezt. Most képzeld magad elé, mondjuk, mit tudom én, Arnold Schwarzeneggert. Ugye? Itt van. Ezen az oldalon, nem tudom a magasságát, mondjuk legyen
1,90, meg mit tudom én, 90 kiló, most csak hasra ütöttem, nem néztem utána. Árnold. És akkor van a szomszéd Lajos bácsi, aki egy ilyen pocakos úr, és lehet, hogy ugyanilyen magas, ugyanennyi a testtömege. Szerinted ezt a kettőt össze lehet hasonlítani? Mert amíg Schwarzeneggernél a tömeg az izom, szomszéd Lajos bácsinál meg a zsír. Tehát most a BMI index ezek után kinek mit mond? Gondolkodjatok el rajta. Na, ott tartottunk, hogy igen, tehát itt nem bír diagnosztikai értékkel ez az egész. Akármibe vonják be a gyereket, legyen az egy kutatás, szűrés vagy más, mérlegelni kell a részvétel etikai alapelveit. És akkor itt beszélnek egy, hogy jogilag ez ugye hova tartozik. És hát ugye azt állapítják meg, hogy tulajdonképpen ez egy ugyanolyan egészségügyi adat, mint bármelyik adat, amit az orvosnál elvégeznek, teljesen mindegy, milyen vizsgálaton vagy. Ugye hát az orvosokat kötelezi az orvosi titoktartás szabálya, és hát igazából erre is az kellene, hogy vonatkozzon. Tehát ugye akkor ezek alapján minden gyermeket, nem tudom, hogy hogy zajlik az iskolában, hogy ez ennyire egymás valószínű, ugye ezért borult a Billy, hogy egymás szeme láttára történik ez az egész, de hogyha itt ezt nézegetjük, akkor el lehet gondolkodni egy fogászati szűrésen is, ahol szintén a gyermekek sorban állnak, mondjuk ötösével, bejönnek a rendelőbe, és az orvos ugyanúgy diktálja az asszisztensnek a hiányzó fog, a szuvas fog, a fognak melyik felületén szuvasodik, tehát itt is ugyanaz fordul elő, és akkor tulajdonképpen akkor itt is meg van szégyenítve a gyerek. Holott ez megint csak nekünk a szülőnek a szégyenünk, hogy lyukas a gyerekünknek a foga. Mert most kapaszkodj meg, ez sem a genetikán múlik, hanem a fogmosás technikáján. Amit sajnos szintén nem tanítanak meg, úgy, ahogy igazán kellene, tehát, hogy most ha ezt nézzük, a szülők is közvetve tehetnek erről tulajdonképpen, mert én még nem láttam erre egy olyan fórumot, egy olyan oktató videót, amit mondjuk az iskolákban vetítenének, és semmi bajom a védőnőkkel, de bizony, és biztos elmondják, hogy hogy kell fogatmosni, de én a legutolsó ilyen iTop tanfolyamon tanultam meg igazán jól fogatmosni, annak ellenére, hogy vezető fogászati asszisztens és klinikai higiénikus voltam, klinikai fogászati higiénikus, egyszerűsített nyelven dentál higiénikus, szóval nem tanulunk meg fogatmosni, úgyhogy igazából ez is a mi szégyenünk, nem pedig az a megszégyenítés, hogy egymás előtt meghallják, hogy kinek mennyi lyukas foga van. Na, kicsit elkanyarodtam, bocsánat. Ha meg is történik a szülő tájékoztatása az eredményről, kérdés, hogy mit kezd majd vele. Itt kommentekben láttam, ahol ez a cikk fel volt téve, hogy sokaknál volt lehetőség arra, mint hogy tulajdonképpen fogászati lehetőség is van, bár ott igazából a szűrővizsgálatot akkor is megcsinálják, ott igazából arról kell nyilatkozni, hogy mondjuk a szülő nem járul hozzá ahhoz, hogy bármilyen fogászati beavatkozás történjen az ő gyerekének a szájában. Itt volt olyan iskola, ahol lehetőséget nyújtottak a szülőknek, hogy nemet mondjanak arra, hogy az ő gyereküknél elvégezzék ezt a szűrést. És hát van, aki ugye erre nemet mondott. Én erre most megint ezt mondom, hogy és akkor most burokba tartjuk ezeket a gyerekeket, mert jaj. Kegyetlenek tudnak lenni a gyerekek. De én azt tapasztalom, hogy ebben is nagyon nagy összefüggés van, hogy ki mit hoz otthonról. Mert hogyha otthonról, ő nem azt hallja, hogy jaj, az anya már megint kritizál, már megint beszólt valakinek, és mindig azzal foglalkozik, hogy jaj, a szomszédnéni milyen szép vékony, vagy a szomszédnéni hogy meghízott, akkor én nem gondolom, hogy az a gyerek ezzel foglalkozna, ezzel a kérdéssel. De fenntartom a jogot, hogy tévedek. Tehát most azért, mert én ezt tapasztaltam, lehet, hogy más teljesen mást tapasztal ezzel kapcsolatban.
érzékeny téma még sincs úgy kezelve. Mert minden tabu téma az sem azáltal válik problémává, hogy beszélünk róla. A prevenció, intervenció szempontjából a legrosszabb, hogy a testsúly mögötti komplex érzelmi, fizikai és társas hatásokat egyetlen misztikus számra redukáljuk. Lehet, hogy ez jelent valamit az orvosoknak vagy a kutatóknak, de ha a gyerekek vagy laikusok csak annyit hallanak belőle, hogy magasabb, mint a többieké, akárhol is húzzák meg a hivatalos kategóriákat, az biztosan nem segíti a célt, sőt, egyenesen káros. Egy jól felkészített szakember figyelembe veszi ennek kényes voltát, nem mondja ki mások előtt ezt az értékét, nem minősít, nem tájékoztat és elmagyaráz. Ezt jó, ebben egyetértünk, hogy igazából egy szakember nem mondjon véleményt, pláne ugye ékes példája annak, amikor egy dohányzóorvos azt mondja neked, hogy ne dohányozz, vagy egy elhízott orvos azt mondja neked, hogy hát le kellene fogyni. Ezek ugye ilyen nagyon cuki példák, hogy aha, jó, köszi, majd úgy fogok tenni, de ebben is szerintem a példamutatás fontosabb lenne. Tehát jó, ezzel egyet értek, hogy a szakember ott nem mondja el a saját véleményét, és sőt, semmilyen kommunikációs formában semmiben ne látszódjon az ő véleménye, mert hát ugye igazából neki semmi köze az eredményhez, neki csak végre kell hajtania ezt a vizsgálatot. Legfontosabb, hogy megértsük, mit jelent a gyerekek számára a külső és a testsúly. Összefüggő népszerűséggel, és sokkal inkább a társas kapcsolataikról, elfogadásukról szól. A gyerekek legkevésbé a testsúlyuk egészségügyi következményei miatt aggódnak, hát pedig azon kellene nagyon-nagyon, de hát a szülő sem aggódik ezen, tehát honnan gondolná az a gyermek, hogy emiatt neki aggódnia kell. A legtöbb cikizés a testsúly körül alakul ki, már az óvodások is felismerik ennek jelentőségét a társas hierarchiában. Hát ez szörnyen szomorú, hogy ezt a mai világban már az óvodában elkezdik. És most tényleg, most az az óvodás gyerek, mert ha most azt nézzük, hogy tinédzserek, és hatott rájuk a social média valamilyen formában, egy óvodás gyerekre kihat? 3-4-5 éves gyerekekről beszélünk. Nagyon sokat számít, hogy otthon is hogy viselkedünk, miket mondunk ki. Mert a gyerekek mindenből tanulnak, mindent megjegyeznek és továbbadnak. Tehát itt már nem foghatjuk a social médiára, meg a divatra. A divatra aztán végképp nem. Mert egy óvodás nem a divattal fog foglalkozni. Persze már van az a kategória is, de azt gondolom, hogy az esetleg abban nyilvánul meg, hogy anya, én azt a nadrágot nem veszem fel, és nekem azt a felsőt ad, ezt megértem, de hogy testsúllyal, óvodáskorban, katasztrófa. Hova jut ez a világ? Jó technikák a zavar megoldására. Hát ez nagyon érdekes. Rutin vizsgálat révén sok szülő nem figyel rá külön oda, vagy csak akkor értesül róla, ha már baj van, például étkezési zavarok vagy zaklatás jeleit látja a gyerekén. Hát ha elkezd hízni a gyerekünk, akkor lehet, hogy egy darabig azt mondjuk, hogy jaj, te cuki, de ott azért le kellene állni és tudatosítani, hogy na, itt a megállj, és akkor kezdjünk el valamit megváltoztatni az életmódunkba, nem csak a táplálkozással, hanem a mozgással is természetesen. Kérdezd meg a gyerektől, hogy érzi magát. A testsúly nem arról szól, hogy néz ki, hanem arról, hogy érzi magát. Beszélgessetek arról, hogy a fogyás nem megoldás az aklatásra. Na hát ez egy nagyon érdekes gondolat. Tehát akkor ne fogyjon, mert attól az aklatás nem szűnik meg. Jó, persze, van az a kategória, hogy lehet, hogyha valaki nagyon vékony, akkor azért szólogatnak be, és hogyha valaki elhízott, akkor meg azért, tehát jó, oké, ez oké, hogy maga a zaklatás nem szűnik meg, de ez nekem olyan nagyon erős, hogy a fogyás nem megoldás az zaklatásra. De mondjuk annak a gyereknek az esetében, de megoldás lehet, mert igenis lefogyott, akkor már nincs miért piszkálni őt. Fontos, hogy megismerjék a gyerekek a jogaikat, nem csak az egészséges élethez, de a megfelelő tájékoztatáshoz, a véleményük kifejezéséhez és figyelembevételéhez, és ahhoz is, hogy senki nem bánthatja őket, és nem bánhat velük másképp valamilyen tulajdonságuk miatt. Segítsd, hogy élni tudjon ezzel a gyereked, ha pedig megsértik, ne menjen el mellette szó nélkül. Ha valódi szándék van egy-egy mérőszám vizsgálata mögött, akkor látható, hogy az sokkal messzebb mutat. Hát igen, joga van az egészséges élethez, amit nekünk szülőknek kutyakötelességünk megmutatni neki, megtanítani neki.
véleményük kifejezéséhez. Én azt érzem, hogy egyre inkább már oda jutunk, hogy hogy a gyerekeknek aztán most már több joguk van az iskolában is, mint a tanároknak, a védőnőknek. Hát, na, én nem tudom ezt. Én nem tartom ennyire jó iránynak. Itt van az adatvédelem és a jog, de ugye erről beszéltem, hogy egészségügyi adatnak számít, és akkor talán ezt is úgy kellene kezelni, mint bármelyik más, mondjuk orvosi beavatkozást, hogy csak az orvos van ott, csak a paciens, ez esetben mondjuk egy védőnő és a tanuló, ezt jó, aláírom, hát legyen. Szubjektív végszó, ez ugye az az anyuka, akinek a két lánya anorexiás lett egy ilyen megszégyenítés után. Amit megtanultam ebből a két keserves fél évből, hogy mindig ott kell állnod a gyereked mellett, nem hagyhatod magára, de nem is telepedhetsz rá, mert ezzel csak elmérgesíted az amúgy is nehéz helyzetet. A legfontosabb, hogy érezve mindenben mellette vagy, és támogatod. Akkor is, ha már olyan gyönge az éhezéstől, hogy felkelni sincs ereje az ágyból. Még olyankor sem érezheti azt, hogy haragszol rá ezért. Nagyon nehéz nem haragudni, tudom, átéltem. Ne felejtsd el, neki még nálad is sokkal-sokkal nehezebb, hiszen folyamatosan éhezik, és ettől nagyon szenved. Nem tehetsz mást, bízz benne, és bízz magad. Hát ez, na, bízz benne és bízz magadban. Jó, hát igen, itt már nincs mit tenni, tehát hogy áttestek ezek a lányok, és akkor most már csak ez maradt az anyukának, hogy mellette álljon, illetve aki még ezzel is nehezen boldogul, az ugye bátran vegyen valami szakmai segítséget igénybe ezzel kapcsolatban, de akkor is ezt mondom, hogy eddig ne jussunk el, hogy a gyerek elhízzon, és egy ilyen vizsgálatot ne tartson megszégyenítésnek. Most ez kegyetlen gondolat, de valahol meg persze ez kockázatos, már nem tudjuk, melyik gyerekből ez mit vált ki, de néha meg lehet, hogy pont ez indít el valakit azon az úton, amit mondjuk otthon nem kap meg. Mert otthon senki nem mondta neki, hogy jaj, kisfiam, hát ne egyél már annyit, vagy gyere, kisfiam, csinálok neked ehelyett más, vagy gyere, kisfiam, csináljuk együtt ezt, és most ilyeneket eszünk. És lehet, hogy egy külső ilyen vélemény, egy mérés, az esetleg felnyitja a szemét. De persze, hát kockázatos, de hát ehhez ismerni kell a gyereket. Akkor is azt mondom, hogy nekünk szülőknek kutya kötelességünk megtenni mindent, hogy a gyerekünk ne hízzon el. És hogyha meg mi híztunk el, akkor fogjunk le együtt, tehát ez nem maradhat így. Szóval számomra nagyon érdekes volt ez a cikk, hogy védeni a gyermeket, jogait, lelkét, tehát hogy elszalad velünk a ló, nem kell burokban tartanunk azt a gyereket. És hogyha valakit pedig ennyire megvisel egy ilyen, mondjuk azt, hogy megszégyenítés, akkor lehet, hogy ott eleve már volt valami, egy ilyen túlérzékeny, és oké, a tinédzsereknek minden dicséret számít, de akkor más területen kell őt előkapni, és dicsérni, vagy olyan közös dolgokat kitalálni, amiben sikerélménye van, és tudod őt dicsérni, de hogy most tényleg emiatt burokban tartani. Jó, persze azt mondom egyébként, hogy ezt a BMI mérést, ezt hagyjuk a francba, mert ez semmire nem fog neked magyarázatot adni, és megoldást sem. Úgyhogy ez biztos statisztikának jó lehet, de mondom, tehát, hogy nem. Nem, annak sem jó tulajdonképpen. De mondjuk annak egy BMI statisztikának, de nem mond el semmit. Mert most izomból épül fel az ember, vagy zsírból, mert szalonnát kajált. De most így, hogy visszaolvasom az elejét, hogy ez a két lány teljesen normális testalkatú volt, amikor az iskolában részt vettek a kötelező BMI mérésen. A mérés után nem sokkal mindkettejüknél súlyos anorexiás tünetek jelentkeztek. Ez úgy érdekes, hogy akkor, hogyha nekik minden rendben volt, tehát lett egy normál BMI értékük, akkor mi váltotta ki? Esetleg, hogy más lányt megszégyenítettek ott, és mondjuk ezt el akarják kerülni, vagy... Na
mondjuk ezt ugye nem tudjuk, mert ez nem derült ki itt ebből a cikkből. Virtuális világban, ahol ezer felől bombázzák tökéletesnek mutatott testű influencerek, sztárok és modellek, a mai kamaszokat túlságosan nagy hangsúly helyeződik a külsőre. Hát igen, ezt mondom, hogy tudatosítani kell abba a gyerekbe, hogy itt nem a divatról van szó, hanem az egészsége miatt. Persze nekem nagy szám van már így utólag. Szerencsés vagyok, mert két hiper-szuper csodálatos gyerekemmel semmi ilyen jellegű gond nem volt. Oké, hogy mondjuk ők fiúk, és akkor talán náluk ez nem fordul elő annyira. De akkor is azt gondolom, hogy felnőttként is ugye szoktuk azt mondani, hogy én mondok neked valamit, de hogy arra te hogy reagálsz, az ugye te dolgod. És itt ebben az esetben is azt gondolom, hogyha egy normális értékrenddel rendelkezik ez a gyerek, akkor nem tudják őt befolyásolni ezek a virtuális világ szarságok. Tehát, hogy valahol mire eljut oda ez a gyerek, hogy mindenféle közösségi oldalak, addigra kell egyrészt olyan kapcsolatban lennünk azzal a gyerekkel, hogy mindent meg tudjunk beszélni, másrészt példát kell mutatnunk. Mondjuk az ugye nehezen megy, hogyha mondjuk mi is túlsúlyosak vagyunk, vagy mondjuk túl vékonyak, lehet takarózni a genetikával, de felesleges, mert akkor hazudsz a gyerekednek, mert ez nem ezen múlik. Jó, persze, nem tudjuk befolyásolni a gyerekünknek a véleményét, hogy most ő egy képben mit lát, tehát hogy egy ilyen Insta képen ő mit lát, egy hangulatot, egy benyomást, egy testalkatot, vagy csak egy divatos ruhát, vagy egy frizurát, vagy egy körmöt. Nem tudom, értem én, hogy ez egy nehéz dolog, de még egyszer azt gondolom, hogy megint csak áttoltuk a felelősséget már másra, és a gyerekek jogait védjük. Hát ne védjük már annyira őket, hanem neveljünk embert belőlük, akik megállnak a saját lábukon. És várom a ti véleményeteket is, hogy volt esetleg ilyen tapasztalatotok, hogy a gyerek hogy reagált egy ilyenre, hogy reagál egy fiú, hogy reagál egy lány, hogy reagálnak különböző életszakaszokban. Írjátok már meg, légy szíves, hogyha van erről bármilyen tapasztalatotok. Én most próbálok visszaemlékezni, de én nem is igazán, tehát nálunk ez annyira jelentéktelen semmi volt, pedig nekem is voltak olyan időszakok a fiúk életében, hogy kicsit olyan cuki töltött galambok voltak, de hát hála Istennek ezek ilyen átmeneti időszakok voltak, és egyszer sem esett szó semmilyen megszégyenítésről, hogy egy orvosi vizsgálat kapcsán őt bárki megszégyenítette volna, vagy ő azt érezte volna, hogy ez neki kellemetlen. Ha viszont kellemetlennek érzi, akkor el kell gondolkodni, hogy nagy valószínűséggel ez őt is zavarja. Mert hogyha őt nem zavarja az, hogy plusz súly van rajta, akkor egy ilyen mérés sem fogja őt zavarba hozni, és nem fogja kényelmetlennek érezni. Tehát akkor érdemes odafigyelni, hogy ő kimondatlanul is vágyik arra, hogy lefogjon, hízzon, akármelyik oldalon is áll, de esetleg nem beszélt róla. Na hát várom a véleményeteket, mert kíváncsi vagyok rá, hogy ki mit tapasztalt meg, vagy hogyha esetleg kisebb gyereke van, akkor tart-e ilyenféle megszégyenítéstől, és hozzáteszem, tehát hogy azt tegyük hozzá, hogy azért itt egy orvosi vizsgálatról, vagy védőnői, vagy azt hiszem, hogy láttam kommentben olyat is, hogy a tornatanár szégyenített meg valakit ezzel kapcsolatban, és ha van bármilyen tapasztalatotok, akkor írjátok meg, és oké, ez tényleg így van, hogy szavakkal ezt abszolút kerülni kell szakembernek, szülőnek, pedagógusnak, mert ez biztos, hogy nem visz jóra, ez tény és való, de akkor is azt gondolom, hogy meg kell, hogy előzzük azt, hogy a gyerekünk ilyen helyzetbe kerüljön. Köszönöm, hogy velem tartottál, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha nem tetszett, nyomj egy diszlájkot, várom a véleményedet, szia!